Az a nagyon jó a sportközpontokban, hogy mindig ki lehet próbálni valami újat. Az applikációt beállítottuk, a magasságot is, én nagyon kényelmesen érzem magam. Mi a következő lépés? Következő lépés, kezd el tekerni a pedált. Igen. Itt középen ez a piros gomb, ez az ellenállás fokozó vagy csökkentő. Tegyél rá egy pici ellenállást, úgyhogy... Ez így nagyon kényelmes volt. Plusz felé forgatod. Aha. Ez az. Sokáig? Jó, nem, csak éppen egy picit üresbe soha nem tekerünk, mert ez nem tesz jót az ízületeknek. Na és akkor itt az applikáción keresztül már látod egyébként, hogy te most a maximum pulzusodnak az 53%-ában vagy. Egy ilyen nagyon kényelmes pulzustartományban vagy, és akkor innen fogjuk majd emelni a pulzusodat. Jó. Ugye az edzés az úgy van megtervezve, hogy az első 10 perc nagyjából az a bemelegítésről szól, amíg a keringési rendszert, a mozgásszervrendszert felkészítjük a nagyobb terhelésre. Ott látod, meg itt is látod magadnak, hogy a maximum pulzusnak hány százalékát kellene elérni, és ebben kellene most mozognod. Tehát tekerj annyira, olyan sebességgel, hogy fel tudjuk tornászni a 71%-ra legalább. Jó? Jó. Maximum pulzusnak bizonyos százalékát kell elérni adott szakaszokban, legyen az climbing, vagy flat, vagy éppen milyen technikát használunk, tehát teljesen személyre szabott az edzés. Így mindenki a saját teljesítményének és az éppen adott állapotának megfelelően tud haladni, fölfele, szépen tágítani a saját határait, és a saját komfortzónáját egyre feljebb tolni. Ezáltal tudja a keringési rendszerét, a tüdővitál kapacitását erősíteni, edzeni, és egy még jobb állóképességet elérni. Kiknek ajánlott ez a fajta edzésforma? A szabadtéri bringázást hozzuk beltérre, és teljesen biztonságos, kontrollált körülmények között tekerünk. Akár gerinc problémával is tudnak jönni a résztvevők, mert teljesen semlegesítve van a gerinc, és akár térdrehabilitációra is szoktuk használni bizonyos térd problémák alatt vagy után, műtétek után. Mindenki az egyéni állapotának megfelelően kapja a terhelést. Mindenkinek ajánlott, aki szeretne vidám hangulatban, viszont kontrollált körülmények között rengeteg kalóriát égetni.